Már egy ideje birtokba vették a biciklisek azt az utat, amely a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal több mint 100 kilométeres hosszának közel 30 kilométeres szakaszát jelenti. A fejlesztéssel az építési határokat tekintve megvalósultak a Székesfehérvár-Polgárdi, Polgárdi 710-es út és a 710-es út Balaton akaratja közötti szakaszok. Nyúl Zoltán, a NIV ZRT vezérigazgató helyettese elmondta, közlekedés biztonsági szempontból is jelentős a bicikliút megvalósítása. Hogyha itt megnézzük ezt a szakaszt, akkor több olyan pontot látunk, ahol biztonságos vasúti átkelési lehetőséget tudtunk adni ennek a fejlesztésnek az eredményeként, és ilyen módon ugye a vasúti közlekedésben meglévő átkelési anomáliákat, ami ugye a MÁV aktuális kampányainak is szerves része sajnos a ilyen helyeken bekövetkező balesetek miatt, ugye a kerékpáros oldalról is szeretnék hangsúlyt adni, hogy nagyon fontosak ezek a biztonságos, a kerékpárral könnyen átkelést biztosító szakaszok. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár az átadón hangsúlyozta, a kerékpárosoknak nagy ajándék a kerékpárút, hiszen a Budapestről indulóknak most már nem kell vonatra szállni, hogy körbe lehessen biciklizni a Balatont. Emellett az érintett települések számára turisztikai fellendülést hozhat. A Budapest-Balaton kerékpárút az egy nagyon hangsúlyos és szép turisztikai útvonal lesz, és óriási lehetőséget jelent azoknak a településeknek, amelyek ezen kerékpárút mentén fekszenek. Nagyon nagy valószínűséggel ezeken a településeken igen nagy mértékben meg fog nőni a kerékpáros turizmus, és ebből ezek a települések profitálni fognak. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője elmondta, a kerékpárút néhány városon belüli szakasza még nem valósult meg, de tervezik azok kivitelezését is. Valóban fantasztikus tájakon vezet keresztül Kisfaludig, és a Balatoni úttól elkészült a kerékpárút, székesfehérvári szakaszok még hiányoznak. Én azt ígérhetem önöknek székesfehérvári országgyűlési képviselőként, hogy dolgozunk azon, hogy az összeköttetés meglegyen, és addig is talán megpróbálunk, vagy igyekszünk előnyt kovácsolni abból, hogy ugyan Kisfalud és a Balatoni út között eljuthatnak egyik helyről a másikra a kerékpárosok, de így talán becsologatjuk őket Székesfehérvárra, ebbe a gyönyörű városban. A Budapest-Balaton kerékpárút most átadott szakasza hazai forrásból bruttó 5 milliárd forintból valósult meg.